Vannak nagyon fontos adatok, amiket rögzíteni kell, ilyen, hogy milyen takarmányra letettük az állatot. A kistermelők által vezetendő nyilvántartás tartalmi elemeit sorolta fel az előadó azon a szakmai előadáson, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közös rendezvénye volt. Pakson gyűltek össze a térség helyi termelői. A NAK fontos stratégiai feladatnak tekinti a helyi termékek népszerűsítését, mondta vendég Edit, a szervezet Tolna vármegyei elnöke. Ez egy országos rendezvénysorozat, 4 helyszínből áll, Budapest, Pannonhalma, Paks és Hajdú megyébe végződik majd a rendezvénysorozat. Nagyon örülünk neki, hogy Tolna megyét választották az egyik rendezvényhelyszínnek. Az előadások tulajdonképpen a helyi termelőknek szólnak, mivel ez regionális rendezvény, itt ugye a Dél-Dunántúli régió és Bács-Kiskun megyének a termelőit vártuk, és kicsit az is célunk ezzel, hogy a helyi termékeknek a megismerése a fogyasztók részéről is népszerűbbé váljon, ismerjék meg a fogyasztók a helyi termelőinket, és egy bizalom épüljön ki a fogyasztó és a helyi termék előállítója között, mert ugye ez garantálja azt, hogy utána rendszeres vásárlók is lesznek a helyi termékek kapcsán az itt jelenlévők akár. Ez pedig nagyban hozzájárult az is, hogy a rendezvény alkalmával lehetőség nyílt a kóstolásra, a termelőkkel való beszélgetésre is. Az Agrárkamarának ez stratégiai célja, hogy a vidéki termékeket, a helyi termékeket népszerűsítse, és ez is tulajdonképpen ahhoz járul hozzá, hogy a vidéki életnek a minősége minél színesebb legyen. A helyi termékeket kistermelők és magánszemélyek állítják elő. Nekik nincs olyan költségvetésük, gondolom, amit marketingre tudnának fordítani. Ezt a szerepet vállalja át a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, és ilyen rendezvények kapcsán próbálunk meg az ő népszerűsítésüket megtenni. És hát tulajdonképpen az is nagyon fontos célunk, hogy sok hasznos információ is elhangzik az előadók révén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tavalyi évben adta ki újra a helyi termék kézikönyvét, amiben rengeteg fontos információ található meg, és tulajdonképpen a helyi termék kézikönyvnek a szerzői azok, akik most itt az információkat és az előadásokat tartják. Az informatív rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés. Az elhangzott témák számos kérdést generáltak a termelőkben. Nagyon széles körű az a paletta, amivel a helyi termelők rendelkeznek, és számtalan szabályozó van ebben a rendszerben, és úgy gondoljuk, hogy ha helyben hozzuk ezt az információt számukra, akkor jobban eljut hozzájuk, hatékonyabban tudunk együtt dolgozni velük. A harmadik állomásán vagyunk egy konferencia sorozatnak, és nagyon szép számban vagyunk jelen ma is, és az előző alkalmakon is, tehát úgy gondoljuk, hogy szükség van rá. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alkotott egy kézikönyvet helyi termelőknek, és a kézikönyvnek a fejezetein próbálunk végigmenni ezeken az alkalmakon. Bővebben aktuális információkkal rendelkező előadókat hívtunk, és lehetőségük van a jelenlévőknek kérdéseket feltenni az előadók számára. Élnek a lehetőséggel, és várják is a válaszokat. Megígértük, hogy mindenkinek válaszolni fogunk. Nagyon széles körű. Most itt a mai alkalmon több adózási kérdés is felmerült, illetve a falusi vendégasztallal kapcsolatban tesznek fel több kérdést. A későbbiekben pedig írásos tájékoztató is segíti mindazon termelőket, akik nem tudtak részt venni egyik eseményen sem.